A műsorszám támogatója, a fogadás új formája, a V-Sport. Szia Dorina! Zenén játszottunk a BKG ellen egy idegenbeli mérkőzést, ahol neked nagyon jól ment a játék, de ami még fontosabb, hogy a csapat egy nagyon fontos győzelmet aratott. Hogy láttad azt a mérkőzést? Hát így van, ugye nagyon fontos volt számunkra ez a meccs, mindenképpen a győzelem volt a cél, és ezt mindenki tudatosította magában, és így is mentünk ki a pályára. Nyilván tehát a rotációnk azért kicsit beszűkült, úgyhogy így mindenkire több felelősség hárul, úgyhogy ezt azt gondolom, hogy mindenki szépen tudomásul vette, és dolgozott is azért, hogy ez a mérkőzés úgy alakuljon, ahogy alakult. Az ünnepek óta egy két meccses ritmusban játszunk, és ezen a héten is lesz még egy meccsünk a Szekszárd ellen, korábbi csapatod ellen. Van bármilyen különleges érzésed ezzel a meccs előtt? Hát különleges érzésem nincsen, hiszen most azért, mert a korábbi csapat azért a pályafutásom alatt jó pár csapatban megfordultam, úgyhogy ha ebből indulok ki, akkor minden mérkőzés különleges számomra, de mindegyik egyformán fontos, ahogy ez a vasárnapi találkozó is az lesz. Mit gondolsz, hogyan lehetne megszorongatni ezt az erős Euroligás Szekszárdi együttest? Hát azt gondolom, hogy ezen a mérkőzésen mindenképpen a saját játékunkkal kell foglalkozni, és azzal pontosítani azokat a dolgokat, amiket eddig is játszottunk. Ez egy remek alkalom és egy remek mérkőzés lesz erre. Viszont szeretném, hogyha a csapat élvezni ezt a mérkőzést. Keresd fel weboldalunkat! Kövess minket a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on, sőt már a TikTokon is ott vagyunk.